Mondja, hogy Mariska, ne menjél, üzente az Andris, hogy ne menjél, mert nem te való, ott igaz, hiába vígy. Este volt, Istenem, mit csináljak? Átmentem a bátyám, hol testvérem, hogy most mit csináljak? Hát menjek, vagy ne menjek, mit csináljak? Hát azt mondja, este hova menni, nem tudom elmenni este, de én reggel ma ébredtem, hogy akkor mi történik nekem, menni kell. Egész úton rítem a vonatba. Hosszan mentem a többi népek után, ott akik mentek. Hát mondom, mindegy, megyek. Ott egyszer csak hosszan gyűjtek, úgy vagoníroztak. Gyűjtek ezek a katonák sorba, amint dallok én ott a népek között. Egyszer az Andris az uram felé fordult a menetbe. Úgyhogy ő is meglátott, meg én is. Aztán mondták, hogy a vagonokhoz ki lehet menni, mikor ma benne lesznek a vagonokba. Azt akkor oda, ott kimentünk oda, azt ott voltunk ott, még egy olyan fél órát beszélgethettünk. Azt akkor elindult a vonat velük, azt én többet nem tudok semmit mondani róla. Mariska, én mikor tudta meg, vagy hogyan tudta meg azt, hogy a férje oda veszett? Egyszer aztán értesítettek, hogy... Mert ugye én is úgy voltam, hogy kerestem, kutattam, mindent megmozgattam, ahova csak lehetett jelentkezni, mindenhol érdeklődtem. Azt egyszer gyűjt az a válasz, hogy olyannal eltűnt. Ez volt az egész. Nem az, hogy meghalt, vagy ez, vagy az, vagy hogy hova vitték, vagy hogyan vitték, semmi, csak hogy olyannal eltűnt. A spanyol Vörös Kereszt értesített erről engem akkor. Hitte? Hogy igaz lehet ez, hogy többet nem jön haza? Hát, mit mondjak, hogy naponta vártam? Mit igaz gondoltam, még Rózsika mondja, hogy hogyan is bírtuk ki. Rózsika úgy, hogy minden nap azt gondoltam, hogy még másnap ma tudok valamit. Azt én semmi. Aztán csak mentem dolgozni, mert... Így az így csak körülött, meg azért úgy kikapcsolódott az, hogy az embernek, hogy mindig ezen töprengjen. Mennyire ismerte a Hózék történetét? Hát én 14 éves voltam, mikor a Imre bácsival összeismerkedtünk, és 5 évig szórakoztunk. Aztán 50 évig kereken, csak pár hónap hiával megéltük az 50 évet együtt, most meg a nagymamával még harmat, úgyhogy ma a nagymamával 58 éve ismerjük egymást. Rózsika néni, a maga története, édesapjának a története az, hogy hát van, beszélgessünk arról is egy kicsit. Az enyém az úgy van, hogy 42. november 2-án kiment a frontra, anyukám az enyém. Akkor én velem 3 hónapos terhes volt, és én május 1-én 43-ban megszülettem. A apum még ma április 9-én közben meghalt, úgyhogy én 3 héttel az ő halála után megszülettem, de nem tudta még anyum se akkor, hogy hát ő ma meghalt. Csak aztán az utolsó levelében nagyon sok levelet megőriztem, abba írta, hogy majd ha a születendő kisbaba meg lesz, akkor remélem hazamegyek, de akkorra már meghalt. Azért mesélt magának a gyerekkorában, hogy maguk hogy élték túl ezt a katasztrófát, ami aztán egyrészt meghalt a férje, itt maradt özvegyen egy pár hónapos gyerkőccel. Még a Gyuszin 2 éves volt. Az meg 2 éves gyerekkel. Bizony. Mesélt erről az időszakról valamit az anyuka. Maguk hogy vészelték túl? Hogy nem, inkább a Mája nagymamáiknál adtunk egy ideig. Aztán azután mentünk oda, ahol most ezek az Erviliék laknak, egy lebombázott házba, az olyan dédszülőké volt. Oda mentünk, lakni az eleje le volt bombázva is, egy szobácskába laktunk, még a konyha, ahol bementünk, az majdnem csak egy előszoba volt. Hát aztán ma soha nem felejtem, hogy mikor gimnáziumba mentem érettségizni, akkor rakattuk föl az első szobát. Könnyű, szegény, úgyhogy ő 60 évet nem töltötte be, mikor meghalt, mert nagyon sokat dolgozott, rengeteget dolgozott. Mert azért akkor még a nagyszülők sem nem tudtak úgy támogatni, mert mindenhol fiatalabb gyerekek is voltak. Még nem volt talán olyan lehetőségük, hogy még ránk is gondoljanak.
Nekünk volt még akkor egy tehenünk is, még malac volt, ez az. Hát szó se lehetett arról, hogy most pásmítomot veszünk szalámit. Hát olyan nem volt. Megörültem azt a 2 tízet, 1 tíz volt a vonat, még 1 az autóbusz, azt a 2 tízet mindig koronába, azt beletettem a preukázom mellé, hogy azt nehogy elköltsem, mert akkor nem tudok hazagyűlni. Látom magukról, hogy gyönyörű szép kapcsolat van magukhoz. Ami a mai világban az az igazság, hogy nagyon ritka. Tehát ma a lányok az anyóshoz, meg a anyós a mennyhöz, valahogy ezek a viszonyok nem úgy alakulnak, ahogy. Maguknak ez mennyire volt ösztönös, vagy mennyire figyeltek oda, hogy ezt egy ilyen gyönyörű szép kapcsolattal építsék ki? Úgy én mondom, hogy 14 évesen elkerültem hazura, akkor otthon hát mit voltam, mert én anyummal aztán 4-5 évet, az alatt a gimnázium év alatt is, hogy ritkábban találkoztunk. 19 éves voltam, mikor férjhez mentem, és azóta itt vagyunk, hála Istennek, nagymama úgy viszonyult hozzá, mintha lánya lettem volna, én meg mintha anyuka lett volna. De hát tényleg merem mondani, hogy ez nem azért, hogy én ezzel nem tudom mit dicsekedni, vagy nagyot mondani akarnak, de tényleg hála jó Istennek, hogy ilyen kapcsolat alakult ki. Ez a nyugodtságunk legyen még. Ennyi jó lett az életünkben. Mert az borzasztó volna, hogyha nem nézhetünk egy májhat, az katasztrófa, nem más, nem? Még aztán ez olyan dolog. Hányszor vagyok úgy vele, kimegy. Hogy Nagyi, csak egy csinálom, csak cseppet kimegyek a kertbe. Na, az a csepp elmúlt, megyek utána, mert az nem igaz, volt alatt valamit megint. Gyere ma be, mert meleg van, ne csinálod, majd megint. Hát az így vagyunk, na, hát így telik a napunk. Hát ők fiat már is tenni, amikor hazahozta Imre fia bemutatni a Rózsika nénit, akkor mit gondolt magába? Milyen volt az első benyomás? Na, csak az a belső benyomás volt, hogy a jó Isten adja jóval, hogy jók legyetek egymáshoz. De nagymama... Mert szegények vagyunk, mink is, meg ti is azok vagyunk, majd csak a jó Isten megsegít. Hát csak ez a benyomásunk volt. Hát jó van, az ember előre nem tudhatja azt, hogy mire is alakul az, ugye? Mert az az egy kis ismeretség, az nem jelent még semmit. Tehát hála Istennek jóra alakult minden. De ez úgy van, hogy hát tényleg, mintha anyukám lett volna ennyi éven keresztül, összeszoktunk. Tudjuk egyiknek, hogy majd erre fog mondja hanszor, hogy vigyázzal, ezt el ne felejt. Mondtad, hogy majd figyelmeztessek, hogy még mit akarna, hogy a sok gondot közel. Néha mondja, hogy majd mondja, hogy ezt nem, majd ne felejtsem, mert én nekem más dolgom nincsen. Még tartja? Ja, ülök még. Erre figyelmeztettem, hogy majd szóljon. Hát hála Istennek. Hát így vagyunk. De azért erre csak azt tudom mondani, még másnak is tanácsú adni, hogy vigyázzanak így a kapcsolatra, mert nagyon könnyű lenne összekapni minden semmiségen, így tűrni, elnézni, hallgatni, odafigyelni. Fontos, mert akkor egy borzalmas. Ebből csak jó alakul, de ha a veszekedésből csak a rossz alakulhat. Az nem. Az nem. No. Rózsika, akkor biztos maga jó példát látod, hogy maga is jó anyós lett. Hát így van, hála Istennek. Szóval a Valika van ma lassan 30 éve menyem. Jó, ők 6 évig laktak itt. De még azt sem mondtuk egymásnak, hogy nem igaz. Egy aranyos menyem van, meg a unoka, a fiam is. Hát nekünk az életünkben talán még idáig nem mondhatok semmi rosszat. Ez talán a sorsunkot úgy helyrehozta. Azt a régi gyerekkori fájdalmakot, higgyétek el, hogy talán ennyi jó nekünk is adatott az életbe, hogy ez a kapcsolatunk legyen olyan. Még azért erre mindenkinek csak azt tanácsolom, hogy vigyázzanak, mert könnyű lenne. Ezt próbálják utánozni, hogy... mert így is nehéz az élet. Rózsika néni, ha rossz idő van odakin, akkor odaül egy régi típusú írógéphez, és ABC sorrendben az unokák számára leírja a család legjobb receptjeit. 2 ilyen könyvet már kézzel megírt. Ez most így érdekesebb. És azt is élvezte, amikor 50 évesen először számítógéphez ült. Hát, ennyi a mesemára.